házi segítségnyújtás, otthoni segélyhívó készülékeket kaptak a Nyíregyházi Szociális Központ gondozottjai. Országos átlag fölött 10%-kal több hallgatót vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre, mint tavaly. Országosan ez az arány mindössze 4%. Tetőzik a kullancs szezon. Egyre többen fordulnak házi orvoshoz kullancs sípés miatt. A vérszívó ellen sprével, védőoltással vagy akár ultrahangos riasztóval is védekezhetünk. Több mint 130 ezren szorulnak házi segítségnyújtásra Magyarországon. A KSH adatai szerint számuk évről évre nő. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A legtöbb érintett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él, ők közel 26 ezren vannak. Segítségükre a kormány most 40 darab otthoni segélyhívó készüléket biztosít, azokat a Nyíregyházi Szociális Központ igazgatója vette át. A készülékeket azok használhatják, akik nem szorulnak folyamatos felügyeletre. Ez az a karóra, amiből 40 darabot kapott a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ. Az okos eszközt olyan idősek kaphatják meg, akik házi segítségnyújtásra szorulnak, és nem szükséges a folyamatos felügyeletük. Nyíregyházán 2000 óta használnak 133 darab rádióhullámmal működő hasonló jelzőkészüléket, közölte a megyeszékhelyi Szociális Gondozási Központjának igazgatója. Ez az otthoni segélyhívó azonban modernebb a korábbiaknál. A karórákhoz egy úgynevezett báziskészüléket is kapnak a gondozottak. Ebbe a bázisállomásba egy SIM-kártya van elhelyezve, egy telefonos SIM-kártya, ami alkalmas arra, hogy anélkül, hogy fizikai kapcsolatot létesítenének ezzel a bázisállomással, beszélni lehessen ezen keresztül, mint egy telefonnal. A gondozónő segélykérés esetén, vagy aktivitás változás esetén ezt a bázisállomást hívja föl, ennek a bázisállomásnak a telefonszámát, ami az ellátott lakásában megszólal. Az ellátott fizikai kapcsolat nélkül tudja használni ezt a báziskészüléket, ha annak 150 méteres körzetéből válaszol. Az órák a bőrfelület feszültségének változását mérik, így a viselője aktivitását mutatja egy monitoron. Ha aktivitási szünetet tapasztal a szerkezet, rögtön jelzi a diszpécsernek. Ezt a rendszert eddig három városban, köztük Kisvárdán is tesztelték. Az országos próbaidőszakban kétszer életet is mentett. Nyíregyházán viszont fut a Digitális Magyarország program is, mivel a minisztérium nagyon sikeresnek ítélte meg ezt a digitális karperetet, mert valóban életet ment, segít az egészségi ellátórendszernek, segít az idős embernek, segít a gondozónak, természetesen a családtagoknak is segít ez a rendszer, ezért úgy ítéltük meg, hogy a Digitális Magyarország program keretében élesben, most már nem egy véletlen kiválasztással egy kutatás keretében, hanem aki kérte, hogy a kolléganő elmondta, és aki várt gyakorlatilag jelzőrendszeres segítségnyújtásra, megkaphatta ezt. Nyíregyháza az első között csatlakozott a Digitális Magyarország programba. A város terve, hogy 2018-ra teljesen kiépüljön az elektronikus ügyintézés lehetősége. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt. Hozzátette, két nagy célcsoportuk az idősek és a fiatalok, akiknek nem csak tudásbővítési lehetőséget, hanem eszközöket is biztosít a város. Nyíregyháza számára mindenképpen egy óriási előny az, hogy ki fog épülni a szélesávú internet elérhetőség mindenhol. Ez Nyíregyházán 99%-ot jelent, amely nagyon jó arány, figyelembe véve a nagy területi elhelyezkedést és a sok tanyabokrat. Tehát ebbe egy óriási forrásokat investált be a magyar kormány és a Magyar Telekom is. Nyíregyházi mintaprogram első között vagyunk. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a digitális tudás elősegíti az emberek mindennapjait, élénkíti a gazdaságot és a KKV-k helyzetén is nagyban javít. 10%-kal több hallgatót vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre, mint tavaly. Országosan ez az arány mindössze 4%. Népszerű volt a tanári szakok közül a magyar, a történelem, az angol és a testnevelés, de sokan jelentkeztek kisgyermek és csecsemőgondozó, valamint gazdálkodás-menedzsment szakra is. A legmagasabb ponthatára a légihajózás szakirányon volt. Most még csendes a Nyíregyházi Egyetem, de hamarosan 1252-en biztosan elkezdik itt tanulmányaikat. Az egyetem szinte valamennyi képzési területén növekedés tapasztalható. A tanárképzésben mintegy 74%-kal jelentkeztek többen a tavalyi évhez képest. Az alapképzéseink is népszerűek, ott egy 34-35%-os növekedést tapasztalhatunk. Az állami finanszírozott nappali tagozatos képzésben is több hallgatója lesz.
lesz a Nyíregyházi Egyetemnek. Úgyhogy ez mindenképpen egy öröm. A legnépszerűbb szakjaink között a tanári szakoknál meg kell említeni a testnevelést, a magyar és történelem szak, ugye klasszikus, tradicionális képzésről van szó, nagyon sokan nyertek felvételt, népszerű még az angol szak és az énekzene, népzene szakunk. Alapképzésben a kisgyermek és csecsemőgondozó, a tanító és a gazdálkodás menedzsment szak is népszerű volt. Több hallgatót vettek fel továbbá a légihajózási szakra, egyébként ide volt a legnehezebb bekerülni. A legmagasabb pont határ a légihajózási szakirányon volt, tehát oda volt a legnehezebb bekerülni. Ha jól emlékszem, kb. 35-en jelentkeztek, alkalmassági vizsgát kellett tenniük, magas volt a ponthatár, és mintegy 17 fő került be. Egyébként tanárképzésben 305 pont volt a bekerülési határ. Akinek nem sikerült a kívánt helyre bekerülni, még van lehetősége. Az idei pótfelvételi eljárásra a tavalyihoz hasonlóan szintén kizárólag elektronikus formában lehet jelentkezni a www.felvi.hu honlapon egy regisztrációt követően. Ennek a határideje augusztus 7-e. A Nyíregyházi Egyetem a külföldi Erasmus Plus programban résztvevő diákokat is várja, 86 idegen nyelvű kurzust kínálnak. Tetőzik a kullancs szezon, egyre többen fordulnak háziorvoshoz kullancs csípés miatt. A veszélyes betegségeket, agyvelő és agyhártya gyulladást, illetve a Lyme-kórt is terjesztő kullancs nem csupán erdőkben, mezőkön található meg, egyre gyakoribb a városokban, például játszótéren vagy strandon is. A vérszívó ellen sprayvel, védőoltással vagy akár ultrahangos riasztóval is védekezhetünk. Az év elejé előrejelzésnek megfelelően az enyhe téli időjárás miatt idén tetőzik a kullancsok száma hazánkban. Egyre többen fordulnak háziorvoshoz vagy gyógyszerészhez kullancscsípés miatt. Ám már nem csak az erdős területeknél jelentkezik a vérszívó, egyre gyakoribb, hogy városokban, például játszótéren vagy strandon kerül a bőrbe. A kullancs veszélyes betegségeket okozhat, ezért érdemes akár védőoltást is beadatni. Kétfajta védőoltás van forgalomba, oltóanyag van forgalomba, és ezek olyan 6-8 ezer forintba kerülnek darabja. Gyakorlatilag hiába a 12 év alatt egy fele olyan hatóanyagot tartalmazó oltóanyag van, majdnem ugyanaz az ára, mint a teljes felnőtt adag. Tehát mivel ezeknek egy meghatározott rendje van az oltásoknak, a kullancs enkefalitis elleni oltásoknak, ahhoz, hogy védett legyen egy gyermek, egy év után adható, egy átlagos sémába három oltás biztosítja már a teljes védelmet, úgyhogy ezeket be kell szorozni 3x6-8 ezer forinttal. A vérszívó ellen nem csak védőoltással, hanem több úgynevezett megelőző készítménnyel is lehet védekezni. Egészen széles palettája létezik a kullancsriasztó készülékeknek, illetve szereknek. 3 hónapos kortól tudjuk a pici babákat is óvni egy ilyen kis kulcstartóhoz hasonló eszközzel, amely meghatározott frekvenciájú rezgés bocsát ki, és ezáltal távol tartja ezeket az élősködőket. Vannak a hagyományos bőrre, illetve ruházatra is fújható termékek, amelyek több órán keresztül biztosítanak védelmet számunkra. Ha már megtörtént a baj, a bőrből könnyedén eltávolíthatjuk a kullancsot, a gyógyszertárakban pár ezer forintért lehet vásárolni kiszedő eszközöket, például kanalat vagy csipeszt. De a megelőző szerek, a sprék vagy akár a csecsemőknél ajánlott ultrahangos riasztók sem túl drágák, érdemes tehát védekezni, hiszen a kullancs által terjesztett agyvelő és agyhártyagyulladás bénulást vagy akár halált is okozhat. Másfajta megbetegedést is tud, mindenki által ismert a Lyme borreliózis, amelyet viszont a kullancsok által terjesztett baktériumok okozzák, és biztosan kevesen tudják, de majdnem 10. kullancs fertőzött borreliózissal, de nem mindenki betegszik meg benne, mert az ember is védekezik, a szervezet is védekezik. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója szerint 2016 első fél évében 484 Lyme-kóros esetet jelentettek, tavaly pedig egész évben 1445 regisztrált ilyen beteg volt.
Közel 20 év és meg annyi baleset után megszűnt a telezöld Nyíregyházán, a Nagykörút, Kossuth utca és Sóstói út kereszteződésében. A város egyik legforgalmasabb csomópontjánál biztonságosabban, ám lassabban haladhatnak a közlekedők. Külön lámpa ad majd útirányt a balra kanyarodóknak és az egyenesen haladóknak. Ez csak a Kossuth és a Sóstói út forgalmát érinti, a Nagykörúton továbbra is a régi, megszokott rendszerint közlekedhetnek. Nem sokan állnak át elektromos autókra, mindössze 932 zöldrendszámú autóban hazánkban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Az első 20 között szeretne végezni a riói olimpián Hellebrandt Máté. A 20 kilométeres gyaloglásban induló nyíregyházi atléta a jövő hét közepén utazik Brazíliába, addig hazai környezetben készül Pokrovenszky József tanítványa. Az első 8 hely valamelyikének megszerzését célozza meg a megyei első osztályban a nagyecsedi futballcsapat. A legutóbbi szezonban második helyen végző együttestől 4-en távoztak, helyükre eddig 2 új futballista érkezett. Ádámszky Róbert tanítványai a nyitányon az Ibrányt fogadják. Nem sokan állnak át elektromos autókra, itthon 932 zöldrendszámú autót tartanak nyilván. A váltást akadályozza, hogy nehézkes az elektromos autók töltése, ugyanis hazánkban nincs kiépülve a töltőinfrastruktúra, pedig a környezetkímélő autók fenntartásán lehet spórolni. Például több városban ingyen lehet parkolni az elektromos és hibrid autókkal. Ennél a kereskedésnél épp egy hibrid autót mutat be az értékesítő. A márkához hűen tetszetős, kényelmes, biztonságos az autó, amit egy 2 literes turbó és egy elektromotor is hajt. A hibrideknél az elektromos módból át lehet váltani. Gyorsításra, intenzív gyorsításra besegít a benzinmotor is. Ilyenkor az autó számolja, próbálja kalkulálni a lehető legjobb felhasználási módot. A Max e-drive-nál ilyenkor teljes mértékben csak az elektromos motor működik. 120 km per óráig tisztán elektromos üzemmód, és van az save funkció, ilyenkor a benzinmotor működik, de a benzinmotor tölti az akkumulátorokat esetleges későbbi városi közlekedésre. Ez az autószalon évente 30 elektromos autót értékesít, az áruk pedig nem sokkal magasabb a hagyományos benzines vagy gázolajjal működő autóknál. Az áruk ugye egy picit magasabb, mint egy normál dízel vagy benzines üzemű autónak, de tehát úgy gondolom, hogy egy plug-in hibrid esetén nincs akkora különbség, hogy ez mondjuk egy 3-4 éves használat alatt a fogyasztásban ne térüljön meg. Kevesen állnak át elektromos autókra, mindössze 100 zöld rendszámot adnak ki havonta itthon. A zöld rendszám azt mutatja, hogy a jármű környezetkímélő. Ez ösztönzi az autósokat, hogy átálljanak, emellett sok esetben az üzemeltetés is olcsóbb. Ezek az autók zöld rendszámmal rendelkeznek, tehát ennek 2 feltétele van. Az egyik, hogy konnektorról tölthető legyen, a másik pedig, hogy elektromos üzemmódban legalább 25 kilométert meg tudjon tenni. És hogyha zöld rendszámmal rendelkezik egy autó, hogyha cégre vásárolja az ember, akkor nem kell cégautóadót fizetni utána, ami éves szinten szintén több 100 000 forintos költség. Valamint ingyenesen lehet parkolni bizonyos városokban, többek között Nyíregyházán is. Nyíregyházán viszont ez az egy nyilvános töltőállomás van, ahol fel lehet tölteni az elektromos autókat, és egész Magyarországon nincs kiépülve a töltőinfrastruktúra. A zöld autók hatótávolsága átlagosan 100-130 kilométer, az új típusúak kapacitását azonban több kilométerrel szeretnék megnövelni a fejlesztők. A világ legnagyobb levelű és virágú tündérrózsája az amazonasi. A különleges növény egyszer virágzik, méghozzá hamarosan. A Victoria amazonicát a róla elnevezett Victoria ház előtt láthatják az érdeklődők a Nyíregyházi állatparkban. Bimbója már a víz felszínére jutott. Este sötétben bontja majd ki virágát, előbb fehér színben pompázik, majd rubinvörössé válik. A növény különlegessége, hogy csupán néhány napig ananász illatot árasztva virágzik. Az állatparki szabadtéri medencében egyszerűbb tündérrózsákat és a kékes lila egyiptomi szent lótuszt is láthatnak az érdeklődők.
Az első 20 között szeretne végezni a riói olimpián Hellebrandt Máté. A 20 kilométeres gyaloglásban induló nyíregyházi atléta a jövő hét közepén utazik Brazíliába. Addig hazai környezetben készül Pokrovenszky József tanítványa. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét egy versenyző képviseli az augusztus 5-én kezdődő 31. nyári olimpián. A gyalogló Hellebrandt Máté a 20 és az 50 kilométeres távon is kivívta az indulás jogát, de Pokrovenszky József tanítványa csak a rövidebb távon áll rajthoz Rióban. A 27 éves atléta a tatai edzőtáborozást követően hazai környezetben készül, most már könnyített edzésekkel. Célja, hogy jó formáját, amit az elmúlt hétvégén 5000 méteren elért egyéni csúcsa is bizonyít, átmentse a tengeren túlra. Szerencsére nagyon jó formában vagyok, ezt alátámasztják az edzésen elért eredmények, illetve az idei verseny eredményeim. 5-10, illetve 20 km-en is egyéni csúcsot gyalogoltam, 10 km-en egy 31 éves országos csúcsot is megdöntöttem, és ezek igazából azt mutatják, hogy tényleg jó formában vagyok. Viszont most jön a neheze, hogy ezt a jó formát átmentsük az olimpiára. Nem lesz könnyű, ez egy 20-30%-ot jelent, mert úgy igazából át kell utazni a fél világon, meg van adva, hogy melyik nap versenyzek hány órakor, és aznap, abban a pillanatban kell a legjobbnak lenni. A 20 kilométeres gyaloglás rajtja augusztus 12-én pénteken, helyi idő szerint délután 2:30-kor lesz Rióban. Máté nem csak az ellenfelekre, hanem a várható időjárásra és a körülményekre is igyekszik felkészülni. Az időjárás az nagyon kiszámíthatatlan, szoktam nézni az előrejelzéseket, és hát annyira kiszámíthatatlan, hogy egyik nap 31 fok van, másik nap 22 fok a csúcshőmérséklet lesz, vagy ez tényleg így nem lehet megmondani, hogy pont aznap milyen meleg várható. Ott most tél van, de hát így is nagyon párás a levegő, és meleg van. A pálya meg az óceán parton van, semmi árnyék nincs, szóval arra lehet számítani, hogy meleg napos verseny lesz. Hellebrandt Máté számára nem lesz ismeretlen az olimpiai légkör, 2012-ben Londonban a 32. helyen végzett az 56 versenyző számláló mezőnyben. Elmondása szerint most előrébb szeretne lépni, a várhatóan több mint 80 induló között a 15.-20. hely valamelyikét célozza meg a nyíregyházi atléta. Az első 8 hely valamelyikének megszerzését célozza meg a megyei első osztályban a nagyecsedi futballcsapat. A legutóbbi szezonban második helyen végző együttestől 4-en távoztak. Helyükre eddig 2 új futballista érkezett. Ádámszky Róbert tanítványai a nyitányon az Ibrányt fogadják. A többi csapatnál valamivel később, július 11-én kezdte el a felkészülést a nagyecsedi futballcsapat. A megyei első osztály legutóbbi szezonjában újoncként a második helyen végző együttestől Vámosi Csaba, Gyöngy Tamás, Ladányi Dávid és Koppány Zsolt kapus távozott. Pótlásukra Tiszakanyáról Pócsi Balázs, valamint Máté Szalkáról Sarkadi Gergő érkezett, és még egy kapust szeretné igazolni a klub vezetése. A tavalyi ezüstérem után ezúttal a szerényebb célokért indul harcban a nagyecsed. Most mindenki erősítgete a tavalyi példából okódva, meg így, hogy az NB3-ot is átszervezik, 5 kieső van, ne adj Isten, remélem nem fog érinteni Szabolcsi csapatot, de akkor érinti viszont a megye egyet is. Hát én úgy gondolom, nekünk célkitűzésünk 1-8 a tavalyi, az óriási bravúr volt a szereplés, ha még egyszer meg tudnánk ismételni, tehát gondolom mindenki boldog lenne, de nem ebből indulunk ki. Én úgy gondolom, hogy kiegyenlített bajnokságra fogunk szerintem játszani, hát remélem ott leszünk azért, ahol a helyünk lesz. Ádámszky Róbert játékos edző az elmúlt szezonban a pályán is többször segítette csapatát. Ha szükség lesz rá, a jövőben is szerelést húz a támadó. Én még szeretek játszani. Most is úgy van, hogy két játékosunk, aki tavaly nem játszott, most elvileg felépülnek, hogy a ő játékoktól is függ, hogy bírja a lábuk, vagy nem bírja. Én még továbbra is szeretnék, tehát mondom, ez nem tőlem függ, ez a csapatnak az érdeke mindig. A nagyecsed szombaton Nyírbátorban lép pályára, majd a bajnoki rajtig még a Sényűvel és a Tyukoddal mérkőzik meg az Ádámszky legénység. A nyitófordulóban az Ibrány látogat Nagyecsedre. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Több mint 130 ezeren szorulnak házi segítségnyújtásra Magyarországon. A KSH adatai szerint számuk évről évre nő. A legtöbb érintett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él, ők közel 26 ezeren vannak. Segítségükre a kormány most 40 darab otthoni segélyhívó készüléket biztosít, azokat a Nyíregyházi Szociális Központ igazgatója vette át. A készülékeket azok használhatják, akik nem szorulnak folyamatos felügyeletre.
10%-kal több hallgatót vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre, mint tavaly. Országosan ez az arány mindössze 4%. Népszerű volt a tanári szakok közül a magyar, a történelem, az angol és a testnevelés, de sokan jelentkeztek kisgyermek és csecsemőgondozó, valamint gazdálkodás menedzsment szakra is. A legmagasabb ponthatára a légihajózás szakirányon volt. Tetőzik a kullancs szezon. Egyre többen fordulnak háziorvoshoz kullancs csípés miatt. A veszélyes betegségeket, agyvelő és agyhártya gyulladást, illetve a Lyme-kórt is terjesztő kullancs nem csupán erdőkben, mezőkön található meg, egyre gyakoribb a városokban, például Hiátszó téren, strandon is. A vérszívó ellen sprével, védőoltással vagy akár ultrahangos riasztóval is védekezhetünk. A Kölcsei Televízió iradóját látták július 27-én szerdán. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Nem változik számottevően időjárásunk, nyugat felől igen labilis levegő áramlik fölénk, emiatt füllett marad az idő, és többfelé várhatók záporok, hevesebb zivatarok. Éjjel változóan felhős lesz az ég, záporeső zivatar is kialakulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggel általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, csak kevés napsütés valószínű, ismétlődő zápor, zivatar várható, a változó irányú szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek, délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Péntektől csökken a csapadék hajlam, a hétvégére igen meleg léghullám éri el az országot, emiatt vasárnap országos kánikula valószínű. Augusztus hideg fronttal indít majd, amely záporokkal, zivatarokkal érkezik. A front mögött hűvösebb levegő éri el hazánkat, ami előbb a Dunántúlon, majd az ország keleti vidékein is megszünteti a hőséget.